Ich begrüße unsere lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen das Ungarndeutsche Magazin. Bleiben Sie mit uns. Alte Tradition wird wachgerufen. 2022 gibt es wieder deutschsprachige Heiligemessen in fünf Kirchen. Traditionspflegende schwäbische Schweineschlacht wurde in Hojós veranstaltet. Neben Pflege der Traditionen möchte man auch die Gemeinschaft stärken. Das Haus der deutschen Nationalität in Mohács wurde mit Leben erfüllt. Harmonikaunterricht in authentischer Umgebung. Traditionen. In Tamási wurde ein Schwabenball abgehalten. In der Fünfkirchner Diözese sind zurzeit vier Dezernate, die die einzelnen Nationalitäten separat zusammenhalten. Kroatische, Deutsche, Zigeuner und Segler. Auf Initiative des Deutschen Dezernats, der Landesselbstverwaltung der Ungardeutschen und der Deutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen wird heuer auf einem neuen Ort und zu einem neuen Zeitpunkt die Tradition der deutschsprachigen Heiligenmessen in Fünfkirchen wiederbelebt. 2022 werden die Gläubigen jeden dritten Sonntag des Monats um 4 Uhr im Fürkirchner Dom erwartet. A magyarországi németek életében a hit mindig is fontos szerepet játszott. Mivel azonban a kisebb településeken nem voltak német nyelvű szentmisék, a vallásgyakorlás terén a hívek nagy része elmagyarosodott. Pécset kezdetben a dzsámiban, majd a Jézus szíve templomban, később pedig a ferences templomban mutattak be német nyelvű szentmiséket. A pécsi egyházmegye német referatúrája, a magyarországi németek országos önkormányzata és a pécsi német önkormányzat a közelmúltban közösen kezdeményezte, hogy a német nyelvű szentmisék új időpontra és új helyszínre kerüljenek. Göller Galambos Ferenc, ő azt gondolom, hogy Pécset azért elég ismert név, és ő tartotta annak idején még a német miséket a belvárosi templomban, a dzsámiban, illetve utána nagyon sokáig a Kerepali bácsi. És azt gondolom, hogy Pali bácsihoz köthető így az is, hogy az ő halálát követően aztán a német misék akkor így abban maradtak. És akkor próbáltam én is személy szerint belefolyni ebbe az egészbe, és igyekeztünk megint visszahozni ezt a német misék hagyományát. Abban az időben még vasárnap, tehát hetente vasárnap voltak a német misék, alapvetően fő mise időben, úgymond 10 óra körül. Aztán miután megszűntek, akkor a Piuszban tudtuk újraéleszteni a német miséket, mégpedig havi egy alkalommal. És azt az iskola, tehát a Kofaléri Iskola Központ szervezésében gyakorlatilag diákmiséként indítottuk újra. Hát olyan 60-70 fős létszámmal, és azt hiszem, hogy ez egy évig folyt így, mire volt egy egyeztetésünk az akkori püspökkel, udvardi püspök úrra, és a ferencesek templomába kerültek a német misék. Ott egy picit visszaesett a létszám, de hozzá kell tennem azt is, hogy ott a pandémia is elég erőteljesen közre játszott ebben a folyamatban, és most a végére, amikor végül is eljöttünk a ferencesek templomából, mert ismét volt egy egyeztetés az új püspök úrra, felföldi László püspök úrra. Ő pedig azt a javaslatot tette, hogy ha mi lenne, hogyha a Székesegyházba kerülnének át a német misék, és a teljes delegáció igazából örült ennek a lehetőségnek, nem csak azért, mert a Székesegyház azért talán még emeltebb hangulatot tesz lehetővé, hanem azért is, mert technikailag egy olyan lehetőséget kaptunk, hogy egyrészt közvetítésre kerülnek a szentmisék a püspökség YouTube csatornáján keresztül,
másrészt felvételről is vissza lehet nézni ezeket. Az új helyszínen eddig két német nyelvű szentmise volt már. A januárit a kitelepítettek és elhurcoltak emlékére mutatták be. Ezen az alkalmon összesen csak nem 100-an vettek részt, és távolabbi falvakból is érkeztek a német ajkú hívek. Az idei második német nyelvű szentmise február 20-án volt. A most vasárnapi alkalmon is, hát 70-en, de lehet, hogy még 80-an is voltak jelen. Gyerekek kevésbé, azért voltak néhányan, de én azt gondolom, hogy 10 alatt. Viszont voltak német egyetemisták, akiknek ugye olyan sok lehetőségük nincsen saját anyanyelvükön meghallgatni a misét, úgyhogy én azt vettem észre, hogy a ferencesekben is már egy-ketten megjelentek, és akkor így most próbáltunk egy kicsit nagyobb reklámot is csinálni ezeknek az alkalmaknak, és talán ennek hatására is most már többen voltak. Illetve sokan vannak az idősebbek közül, akik még érzelmileg is kötődnek ehhez a hagyományhoz, de én úgy látom, hogy az iskolából, tehát kollégáim is voltak, de láttam diákokat is szüleikkel, és azt remélem, hogy ez a jövőben így, hogyha már egy stabilabb beosztása lesz, mert hogy most már az van, mert gyakorlatilag ebben az évben már biztosan tudható, hogy minden hónap harmadik vasárnapja, tehát hogyha ezt fixen az ember be tudja rögzíteni, akkor talán stabilabb lesz a jelenlévők köre is. 2022-ben minden hónap harmadik vasárnapján 16 órai kezdett el a pécsi székesegyházba várják a híveket a német nyelvű szentmisékre. Am Samstag, dem 19. Februar, wurden die Interessenten zu einer traditionspflegenden schwäbischen Schweineschlacht im Haus der Vereine in Hajós erwartet. Von der örtlichen Bürgerwehr und dem traditionspflegenden schwäbischen Volkstanzverein wurde die Veranstaltung 2019 zum ersten Mal organisiert. Heuer treffen sie zum dritten Mal zusammen, um die Stimmung der alten schwäbischen Schweineschlachten wachzurufen und einen gemütlichen Tag gemeinsam zu verbringen. A hajósi egyesületek háza udvarán Máriabában folyik a húsok feldolgozása. A rendezvényt a Polgárőr Egyesület és a hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület szervezi és finanszírozza. Ezt már 4-5 évvel ezelőtt gondoltuk, ezt az egészet többször beszéltünk róla, Kner Isti, hogy a tánccsoportnak az egyik fő tagja, és ő a Polgárőr Egyesület vezetőségében részt vett, közel 10 évig ő volt a titkárunk, ő volt a fő kapcsolattartónk, és a kővel többször beszéltünk, és ők a táncosokkal is egyszer összeültünk, megbeszéltük, megpróbáltuk. Ez onnan indult ez a kezdeményezés, hogy a tánccsoport szeretett volna egy hagyományőrző disznóvágást, és a polgárőrségben pedig sok böllér tag van, és akkor így közösen szerveztük a disznóvágást, és ez most már hagyományteremtő céllal. És nagyon örülünk, ugye, hogy most ugye a szabályozásoknak köszönhetően ugye kinti rendezvényt meg tudjuk tartani, és akkor így újra együtt lehetünk, újra tudunk egy kis közösséget alkotni. Magának a disznónak a feldolgozása is, hiszen mi ugye forrázni szoktuk meleg vízzel a disznót ugye teknőbe, és akkor ezen kívül ugye nyilván a fűszerezések, a hurkakolbász, ami ugye egyedít felénk. Ugye nálunk ugye azért a kalocsai hatásnak köszönhetően azért a kalocsai fűszerpaprika ugye az nagyon jelentős. Szeretnénk ebből a disznóvágásból is hagyományt teremteni. Itt lényegében a disznóvágásnál annyi arról van szó, hogy jól érezzük magunkat, az itteni hajósi hagyományoknak megfelelően dolgozzuk fel az állatot, utána sütünk egy kis kolbászt,
kis pecsenyit reggelire, megpróbáljuk úgy feldolgozni, hogy mindenkinek jó legyen, illetve szeretettel várunk mindenki érdeklődőt, és bárki bármit tehet, ihat, és jól érezzük magunkat, ennyi a lényege igazából ennek a dolognak. Jól szervezetten folyik a munka, mindenki tudja a dolgát. Lassan érkeznek a nézelődők is, akik már kóstolhatják az első finom falatokat. A fiatalok pedig elleshetik a kolbász és hurka készítés fortéjait. Jelen pillanatban sült májt panírozva, paprikás panírozva, paprikás krizben forgatva, és fokhagymával, savanyúsággal, és jó étvágyat kívánok mindenkinek. Ez minden háznál így szokott lenni reggelente, mindig májsütés, ami reggel, hogyha le van szúrva a disznó, ugye, a májsütés idő után a délben törköl, sült húsok, és ezt egy dínomdánom, hurka kolbász, ez kész, meg van sütve, utána sütök tarját, de azt is só paprikában, borssal, és nagyon finom lesz. Ez az apa! Ebből lesz a hurka! Ebből lesz a hurka, ez most meg lesz főzve, és amikor megfőtt, akkor ki lesz szedve, és úgy lesz ledonálva, és úgy lesz a hurka. Tehát ebben benne van a fej, a törke, meg a belső rész. A máj, a tüdő, és akkor ebből elméletileg lesz kétféle hurka. Lesz a májos hurka, meg a véres hurka. Az eredeti sváb, abban nincsen is. És a vér az úgy kerül bele, hogy az a sváboknál tehát csak naturba kerül bele a vér, és úgy lett megkeverve, és a legvégén a hurka még egyszer megvan a bár. A hajósi rendezvények elképzelhetetlenek harmonika szó nélkül. Az itteni gombos harmonika igazi különlegességnek számít. Ez schon 100 Jahre alt, kann man sagen. 100 ungefähr. Beim ersten Weltkrieg haben sie die Soldaten das reingebracht. Hat ein Soldat in Ungarn das reingebracht und dann damit ist vorbereitet. Bereitet alle überall. Ganz einfach, ganz altes Instrument. Diatonisches Harmonika. Da sind sechs Choren drin. Und das ist C, G oder F. Nur eine Bestimmung hat das. Hajósra az elmúlt évtizedben sok német család költözött. Közülük is jó néhányan ellátogattak a rendezvényre. Diese Veranstaltung finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich denke, diese Traditionen müssen erhalten bleiben. Und mich freut ganz besonders, dass die jungen Leute auch hierher kommen. Die Alten nehmen die Jungen an die Hand und zeigen ihnen, wie es geht. Und ich hoffe, sie behalten es bei. Délutánra elkészült a pörkölt, a hurka és a kolbász. A rendezvénysátorban harmonika szó mellett estig folyik a mulatság. Harmonika-lehrerin Dora Durovics und ihre Schüler üben Samstag im Haus der deutschen Nationalität in Mohács. Die Kinder können in authentischer Umgebung die ungarndeutschen Lieder erlernen, in dem vor kurzem übergebenen Haus der örtlichen Ungarndeutschen. Harmonika szótól hangos a mohácsi német ház. A gyerekek a klasszikustól a népzenéig tanulnak dallamokat Durovics Dórától. A harmonika az a hangszer, mellyel hamar sikerélményt lehet szerezni, akár egy év alatt is. A papám meg a húgomnak a keresztapukája is zenész. A papám trombitál, a húgom keresztapukája pedig harmonikázik. És apukám is harmonikázni tanult, és akkor én is. Most már könnyű, hogy már tudom a hangokat, basszus, mindent. Én a nemzetiségi zenéket szeretem. Igazából az apukám az trombitál, meg a papám is így néha szokott így zenegetni, bár ő inkább annyira nem tud, de ezért nekem is megtetszett, és gondolom én is akkor megpróbáltam. A
gyakorolni igazából, attól függ, hogy milyen a dal, szóval nehéz-e vagy könnyű. Baranya megye gazdag zenei kultúrájának fontos része a sváb és a délszláv zene. Durovics Dóra felmenői között mindkét népcsoport képviselőit megtaláljuk. A harmonika tanár és tanítványai szombatonként gyakorolnak a Németházban Mohácson. A gyerekek autentikus környezetben tanulhatják a nemzetiségi dalokat a helyi németség közelmúltban felújított tájházában. Zeneszerető családba születtem, a nagypapám által ismerkedtem meg a harmonikával. Először zongorázni tanultam, majd Kémindi Tamásnál kezdtem a harmonikát, és ő általa kerültem én Mohácsra. Az oktatás itt a Németházban 4 éve zajlik, különböző programokon is részt veszünk, kiemelkedő program a nyári nemzetiségi harmonikatábor, illetve a különböző rendezvényeken is rendszeresen részt veszünk, és most készülünk a márciusban tartandó Gász Mihály emlékhangversenyre is. 6-tól 18 éves korig járnak hozzám gyerekek, most jelenleg 8 növendékünk van a Németházba, és kis kamaracsoportokban is zenélünk, illetve egyénileg is. Úgy látom, hogy egyre népszerűbb lesz, itt Mohácson egyértelműen a nemzetiségi zene, egyaránt a sváb, illetve a délszláv zene is jelen van, de célom is, hogy a klasszikus zenét is, és a nemzeti hagyományainkat is megőrizzük. Vannak saját hangszerek is, illetve a német ház biztosít hangszereket is, úgyhogy Gász Mihály hagyatékából is rendelkezünk harmonikákkal, amit a gyerekek kölcsönözhetnek. Vannak kisebb harmonikák, általában 40-48 basszusos harmonikán kezdenek a kisgyerekek, 6-7-8-9 éves korba, és akkor utána váltunk 80-96, illetve a 120 basszusos a legnagyobb. Traditionen lebendig zu halten und die Gemeinschaft zu formen. Das waren Ziele der ungarn-deutschen Selbstverwaltung Tamási, von der schon seit Jahrzehnten Schwabenbälle organisiert werden. Sie versuchen außerdem Vergnügen mit eingeladenen Gästen, die Traditionen am Leben zu halten und an die jüngere Generation weiterzugeben. Tamási város német nemzetiségi önkormányzatának a közösségépítés mellett fontos a hagyományok éltetése is. Ezúttal a hosszú évek óta megrendezésre kerülő bájuk adott erre lehetőséget, ahol a kulturális műsorok keretében nem megelevenedtek az igazi sváb dallamok és táncok is. Az érkezőket rozmaringgal díszített asztalok várták, amely egy régi hagyományt idézett meg. A tisztaságot jelképezi, és azt, hogy a svábok meg tudtak gyökerezni. A rozmarin olyan növény, ami gyorsan meggyökerezik, és hogy ezt is jelenti, ugye, hogy betelepedtek, és Magyarországon nagyon gyorsan hazára leltek. Mindig nagyon nagy érdeklődés volt a svábbál után, olyan emberek részéről is, akik csak szeretik a zenét, vagy tudják egy kicsit a hagyományokat, vagy ugye páriak itt voltak mindig közel Tamásihoz, és érdekesnek tartották, hogy jöttek be a piacon, és hogy svábul beszéltek, másképp öltöztek. Ugye a zenét azt sokan megismerték már lakodalmakból, meg egyéb helyekről, és így szimpatizáltak ez a kultúránkkal. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy én úgy nőhettem fel Páriban, egy zárt közösségben, ahol ez a zene olyan természetes volt, amit ma este hallunk, ez az igazán sváb zenei motivumok. Mindig azt mondják, hogy színvonalas a bálunk, hogy sok mindent kapnak a kultúránkon kívül, próbáljuk vendégül látni a aperitívvel vagy jó vacsorával a vendégeinket. A műsorok sorát a Tamási Blumenkranz pedagógusokból álló kamarakórus dalcsokra indította.
Az igazi sváb vendégletes jegyében bor, pogácsa és a már említett rozmaring várta az érkező vendégeket asztaluknál. Tamásiban a sváb elszervezése nagyon hosszú évekre tekint vissza. Az én emlékeimben azért, hogy egészen kis lányként, még a szüleimmel, mint vendég vettem részt ezen a rendezvényen, és azóta most már második alkalommal szervezőként is itt vagyok. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon színvonalas és egy nagyon jó hangulatú bál szokott lenni minden évben itt a városban. Igyekszünk ebbe bevonni a gyerekeket, óvodásokat, iskolásokat is. Sajnos ők a jelenlegi helyzetben a járvány miatt az idén nem vesznek részt ezen a bálon. A szervezők gondoskodnak róla, hogy a meghívott fellépők már az est elején megalapozzák a jó hangulatot. A Vémendi Német Nemzetiségi Férfikar dalcsokra is elérte ezt a célkitűzést. A bál szervezése kapcsán fontos szempont, hogy a hagyományápolás kellő hangsúlyt kapjon a rendezvények alkalmával. Ez egy jó szervezet, jól összerakott, az elődök is, a jelen pillanatban is, tehát mindenféle formában ez arról szól. Két évvel ezelőtt a kislányunk, mint nemzetiségi óvodás táncolt, sajnos ezek most a tavaly ugye elmaradt a járvány miatt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon sok hangsúlyt kellene arra fektetni, hogy ezek a hagyományok föléledjenek, fölelevenedjenek. Azért is jár a gyerekem olyan jellegű óvodába, ahol fontos a nemzetiség, a német nemzetiség, és valószínűleg az iskolai tanulmányait is ennek jegyében fogja folytatni. Tamásiban a fiatalok számára is számos lehetőség van, ahol találkozhatnak a német kultúrával, és tanulhatják is azt. A Vürc Ádám általános iskolában tanulhatnak német nemzetiségi nyelvet, ezen belül honismereti és mindenféle hagyományápolási órájuk van, járhatnak táncolni. Napjainkban egyre nehezebb feladat a nemzetiségi hagyományok beillesztése a mindennapokba. Erre talán az egyik legkézenfekvőbb megoldás a konyha lehet, ahol az emlékezetes sváb ízek talán még a múltat is megelevenítik. Az én családom szanaszét futott a világban, a svábság apai ágról érint engem. Én nekem inkább az ételek, ahogy a mamám gondolkodott, főzött, a mai napig alkalmazom ezeket a technikákat, ízeket. Bál, nincs jó zene és tánc nélkül. A fellépő kórusok megelevenítették a sváb dallamokat, a németkéri nemzetiségi tánccsoport pedig még a bál kezdete előtt gondoskodott róla, hogy a jelenlévők táncműsoruk alkalmával eleveníthessék fel a sváb táncok lépéseit. A rendezvény hagyományápoló jellegét az is mutatja, hogy a bálozók közül idén is sokan érkeztek a tamási sváb bálba népviseletbe öltözve. Für heute bedanke ich mich für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen!